Sziasztok, én Forzol vagyok, és ma ismét TikTokról fogunk bűvésztrükköket megtanulni. Ez már egy sokadik része ennek a sorozatnak, de nagyon szeretitek, és én is szeretem csinálni, úgyhogy kezdjünk is bele. Viszont előtte, hogyha kártyákra van szükséged, új kártyákat szeretnél, akkor a deckmaster.hu oldalon a Forzol kupont használva 10% kedvezményt kapsz majd a vásárlásod után. Úgyhogy látogass el a deckmaster.hu oldalra, és használd a Forzol kupont 10% kedvezményért. Nézzük is akkor meg az elsőt, hogy ez mit tartogat számunkra. Hát ez ilyen kis vicces kis dolog volt, úgyhogy próbáljuk is ki. Ez nagyon jó volt. Ennek egy másik variációja, hogy meg kell kérdezni a nézőt, hogy gondoljon egy számra, és mondja ki ezt a számot, mondjuk kimondja, hogy 3, és valóban 3 volt itt a pendulum. Nyugalom, ennél még lesznek jobbak is. Most egy ilyen gumis dolog lesz, úgyhogy nézzük is meg. Ez elég jól nézett ki, és van is egy gumim, úgyhogy próbáljuk ki. Ide rátesszük, így a bal kezünkre, így. Érdekes. Ilyen módszert még nem láttam, mert csak annyit kell, hogy ezt így, így, és csak a mutatóujjunkat elengedjük. És hát is megy. Ez elég jól néz ki, csak az a gond, hogy így kicsit talán furcsa, hogy itt így hátulról van nagyon. De azért jól néz ki, bár ez is olyan, hogy csak szemből látványon, csak nem ilyen föl kéne emelni a kezemet, és akkor talán ő jól is látszódna. Itt a néhány darab papírom, amit használni fogok, nem tudom, hát lehet mondjuk ez kicsit puha lesz, de mindegy. És kell valahogy egy szívet alkossak. És csak az egyik felét megcsinálni. Félbehajtom, és akkor így kivágom, és így nagyon szuper lesz. És nézzük is. Hát a nagyon szupertől messze van, de nem lett rossz. Ezt a részét beszínezem kékre, és akkor csak meg lesz valahogy. És már csak annyi dolgunk van, hogy ide ragasszuk. Amikor ti csináljátok ezt, akkor ezt majd ti sokkal szebben fogjátok csinálni természetesen, és úgy, hogy valami keményebb papírból, mert azzal biztosan, hogy sokkal jobban fog működni. Akkor nézzük is, hát kicsit átlátszik. Hát, na igen, ezért kell valami keményebből. Talán így. Ez így nem, így, még így is jó. Na ez nagyon jó volt, úgyhogy ezt itt abba hagyjuk. Ugye, mint lehet látni, ez nagyon egyszerű, de elég látványosan néz ki, hogyha ebből az egy szemszögből nézzük, és nincsen senki körülöttünk, de próbáljuk is ki. Nagyjából úgy van, remélhetőleg nem látszódik, és... Nem tudom, mennyire látszódott, szerintem nem látszódott, mi történt. Szerintem nem látszódott, mi történt. Gyere, adok 10-ből. Jó volt. Jó volt. Tetszett. Köszönöm, hogy itt voltál velem, és nézd meg a többi TikTokos bűvésztrükkös videóimat. Sziasztok!